korábbi részekből már tudjuk, a Python nevű programmal mi is programozókká válhatunk. Megtanultuk, hogyan lehet előhívni egy teknőst, új barátunkat Spurit pedig a sétálásra is rávettük, így egész egyszerű kódok segítségével képes megérni egy egész négyzetet. Most szeretném, hogyha mondjuk egy dupla hosszú négyzetet ide köré rajzolnál nekem. Igen, most jobbra fordulunk majd. Ez ugye a right parancs. Zárójel bezár. És akkor most ezt fogjuk négyszer ismételni. Szerintem a legegyszerűbb az lenne, hogyha egy egér használatával ezt így kijelölnénk, ezt a két sor kódot, és ugye jobb egér gombbal, azt lenyomva tudjuk másolni. Ez a copy parancs. Jobb egér gomb lenyomásával be tudod illeszteni, az pedig a paste parancs lesz. Mi lenne, hogyha rajzolnánk köröket is? Spuri alapvetően tud kört rajzolni nekünk, anélkül, hogy nekünk több soros kódokat kellene csinálnunk. Ezt nagyon egyszerűen, ahogy ugye angolul hívjuk, a spuri.circle metódusával tudjuk megcsinálni. Lenne, hogyha megint csak rajzolna köré egy nagyobb köröcskét. Kis négyzet, nagy négyzet, kis kör és nagy kör. Tartsatok velünk legközelebb is, ugyanis Leonóra segítségével újabb programozási trükköket sajátíthattok el.